újság? Mi képzeljétek, Debrecenben vagyunk Dáviddal, és nagyon-nagyon izgalmas kis videósorozat következik. Két videóról van egyébként szó, tehát ez most nem egy hosszabb sorozat, ez csak két videó lesz úgymond, de annál izgalmasabb szerintem, mert hogy Debrecenben vagyunk, és be szeretném nektek mutatni picit a várost. Azt, hogy miért szeretem én ennyire, hogyha követtek régebb óta, akkor tudjátok, hogy itt végeztem a BSC-t meg az MSC-t is, és én nagyon-nagyon szerettem ide járni, nagyon szeretem itt élni, és most picit be szeretném nektek mutatni a városnak azt a részét, amit én igazán szerettem benne, ugye egy kis diák élet, egy kis továbbtanulási lehetőség. Megyünk egyébként kampuszfesztiválra, mert most hétvégén van a kampusz is. Egyébként most pont odafelé igyekezünk, tehát kampuszra megyünk most picit. És lesz még itt annyiféle izgalmas program, megyünk majd a belvárosba. Egy ilyen tényleg nagyon-nagyon vagány és pörgős két videó lesz ez, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek. Remélem, hogy picit át tudok adni Debrecen varázsából így a videókon keresztül. Mert szerintem minden van, picit ki vagyok fulladva, tehát minden van itt, amit szeretnénk, de mégis nagyon családias. Tehát így tudnám én ezt valahogy összegezni nektek. Én mindig imádok ide visszatérni, ugye, úgyhogy igen, ez lesz így ebben a két videóban, remélem, hogy tetszeni fog nektek, és akkor most megyünk a kampusz felé, aztán majd még onnan jövünk. Nyom ki a fejed! De én nem látszi, csak messzebbről. Itt vagyunk a Debrecen standnál, és fogok kapni egy ajándékcsomagot egyébként, azt az információt kaptam, egy ajándékcsomagot különféle debrecenes termékekkel. Nagyon szépen köszönöm, és akkor pólót választok magamnak. Akkor ez? Hát az. Megkaptam a kis csomagot, lássuk mi van benne. Tehát van a kis póló, amit kiválasztottunk. Jó. Van benne egy debrecenes kulacs. Hoppácska. Kell neked? Ezt talán megtartom. Jó. Egy turisztikai kiadványú, debreceni sportvágy kis kézikönyvszerűség. Egy kulcstartó szerintem. Jó, köszönöm szépen! Na, sziasztok! Itt vagyunk, képzeljétek egy nagyon kis izgalmas sátornál az Európa Kulturális Fővárosa projekt kapcsán, mert Debrecen, ha nem tudnátok, akkor pályáz erre a címre a 2023 évben. Itt vannak a kis információk. És mindjárt játszani is fogunk egyet, meg lehet készítünk egy ilyen kis kitűzőt is egyébként, ilyesmiket lehet készíteni, és Dávid lehet majd céloz nekünk egyet így ezen a táblán, hiszen hogyha eltalálja valamelyik kulturális fővárost, akkor kapunk ajándékot állítólag. Sikerült vagy nem? Elkaptam. Felibe. Nem tudom, hogy látod-e, mi történt. Majdnem. Ezért nem kapok a játékot. Fogom, hogy Gyöngyével fogunk beszélgetni a projektről. Mi az, amit érdemes tudni az egészségnek pár szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt, hiszen Európa Kulturális Fővárosa az szerintem Európában bármely város számára egy kiváló lehetőséget jelent. Azzal kapcsolatban, hogy egy kicsit szembenézzen önmagával. Különösen figyelünk arra, hogy direkt mondtam, hogy sok kerülőre tetszeni, kell is megosztani a város vezetés, mondja ki azt, hogy igen, én szeretne ezen a pályázatban, hiszen nekem egy képeletül is érezze a szóval sajátjának, hogy ide beinterhetnek a programok, gondolatok, ötletek. Nagyon sok sikert kívánok, nagyon szeretném, hogy ez megvalósuljon, mert tényleg így a szívem küzdenek a mindenben, hogy legyen köszönöm szépen. Na most fogunk készíteni egy ilyen kis kitűzőt, mint amilyen rajtam van, illetve tudjuk készíteni. Szeretném majd segíteni, kérlek! Pár ilyen kis izgalmas standot, mert különféle izgalmas programok vannak minden standnál. Úgy most furamód nem is az orrod izzadt, hanem az orrod mellett. Most az lesz, hogy Dávid egy csepp vérét mikroszkóp alá fogjuk vetni, és megnézzük, hogy mennyi a vörös vérsejtek és a fehér vérsejtek
aránya, hogy hogyan mutatkoznak a mikroszkóp alatt. Én nem akarom bevállalni, mert én amúgy rosszul vagyok a saját véremtől. Ha másnak a vérét látom, attól annyira nem, de a saját véremtől kiborulok, úgyhogy Dávid fogja ezt most megcsinálni nekünk. Sziasztok, nagyon jó volt a reggeli, nagyon jól esett, és most pedig megyek a wellness részleg felé, mert állítólag egy 70 perces masszázsban lesz részem, lávaköves masszázsban, úgyhogy nagyon kíváncsian várom. Nagyon rég voltam már masszázson, ritkán nem is járok, soha nem járok is, és most nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert egyébként szeretem a masszázst, úgyhogy most oda megyünk. Visszaértem a lába
köves masszázsról is. Annyira, de annyira jó volt. Komolyan mondom, teljesen ellazultam, és annyira érdekes volt ez a lávaköves cucc, ilyen még nem volt részem ugye is, és azok a forró kövek így a testemen, nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg így az egész, és nagyon relaxáló volt a masszázs, tehát félig relaxáló, félig pedig volt benne olyan része, amikor így jól megdolgozta az izmomat, ugye, és az izmaimat, és főleg így a hátamon, és az annyira jól esett a hátmasszázs, így a kedvencem egyébként. Tehát így nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és mindig rájövök, hogy nekem többször kell masszázsra járnom, mert egyszerűen imádom. És akkor most felvettem a kis fürdőköppenyemet és a fürdőrucimat, és megyünk az élményfürdőbe picit körülnézni, meg fürcsizni, úgyhogy oda is jöztek velem.